Hello, üdvözlök mindenkit! Visszatértem a fegyverbemutató sorozatukkal, most volt egy kisebb szünet, de mind annak köszönhető, hogy nagyon sok dolgom volt, és aki figyelemmel követi a munkásságomat, észrevette a csatornámon a változásokat. Tehát az M1216-osról lesz szó, amely nem egy jó fegyver. Miért is mondom ezt? Mostanság újra megtanulok játszani a Black Ops-szal, ugyanis nagyon sok az újdonság faktor az én kis játékos szférámba, úgyhogy ez a fegyver nem igazán támogatta azt, hogy én tudjam, hogy jófele járok azon az úton, hogy megszokjam a játékot és jobb játékos legyek. Ugyanis, hát olykor jó a fegyver, olykor meg nagyon rossz, és a nagyon rossz van többségben. Alapvetően egy nagyon érdekes fegyverről van szó, ugyanis egy burst típusú shotgunról beszélünk, ugyanis 4 lövés után kell forgatni egyet a táron, és hogy éppenséggel milyen kiegészítővel használjuk, Extended Max-el vagy anélkül, 4-5 forgatás után tárat kell cserélni a fegyvernél, és hát igen, csak érdekes, mondhatni automata shotgun, de azért mégsem, mert kell egy bizonyos időt várni 4 lövésenként, úgyhogy tényleg egy nagyon érdekes, mint Call of Duty-n belül, mint játékon belül ez a fegyver. A fegyver 8 darab söréttel rendelkezik per lövés, illetve 2 darab RPM-e létezik, az egyik 468-as, a másik 225-ös. A 468-as arra vonatkozik, hogy 4 darab lövést milyen gyorsan tudunk leadni, illetve a 225-ös akkor vonatkozik, ha már a forgatási időt is beleszámoljuk, tehát igazából 225-ös a percenkénti lövés száma. Egy söréttel 25-öt, illetve 6-ot tudunk sebezni, hogy épp melyik értéket használjuk, az mind a célpont távolságától függ. Tehát összességében 200-at, illetve 48-at tudunk sebezni a fegyverrel, ez egy igen gyenge teljesítmény. A maximális hatótávolsága 13 méter, és a long barrel kiegészítővel 15 méterre növekszik ez a távolság, viszont silencerrel 11,5 méterre csökken a távolság. Ez a range adat pontosan megegyezik az előző részben említett S12-es shotgun értékeivel. Viszont a maximális hatótávolsága, tehát a max one hit one kill távolság, az 6 méter, tehát 6 méteren belül van esélyünk arra, hogy egy embert le is terítsünk egy darab lőszerrel, de ez lehetetlen, ez csak egy matematikai képlet, tehát tényleg lehetetlen, ez a fegyver nem a legjobbak közé tartozik. A képernyőn az elővételi, illetve az elrakási sebességét láthatjuk a fegyverünknek, igazából megegyezik az előző részekben bemutatott shotgun elővételi, illetve elrakási sebességeivel, viszont az ADS egy gyorsabb, nem sokkal, de egy 300 másodpercet gyorsabb. Nem tudom, mennyit ér épp ez a 300 másodperc, viszont close combatban lehet, hogy viszonylag jól jöhetnek ki a dolgok. Az újratöltési ideje viszont gyors, ez becsülendő, 3,50, illetve 2,24 másodperc közt mozog. Ez épp attól függ, hogy milyen ügyes az illető, milyen gyorsan tud újratölteni. Ha végigvárja az animációt, akkor nyilván 3,50 másodperc, viszont ha kikapja előbb a betöltési animációt, akkor 2,24 másodperc alatt is el lehet végezni ezt a manővert, illetve a tárkapacitása is igen magas a fegyverünknek, 16, illetve Extended Max-el 20-asra növelhetjük. A késelési sebessége 1,1 másodperc a fegyvernek, illetve a futási sebessége természetesen 100%-os, hiszen shotgunról van szó. Tehát beszeretném az én kis klasszomat mutatni, amivel ezt a fegyvert használtam. Long Barrel, Laser Sight, illetve Fast Mag Combo. Szerintem ezekkel a kiegészítőkkel lesz igazán harcképes ez a fegyver, de azért csodát nem tesznek. Nem a legjobb fegyver tényleg. Hozzá kell ugye egy Primary Gunfighter Wildcards, és másodlagos fegyvernek érdemes egy megbízható fegyvert rakni, ugyanis ez a M1216-os csak közelre jó. Tehát közeli helyeken, sarkokba halálos ez a fegyver, tényleg nagyon jó statokat lehet összehozni, csak hogy ahhoz olyan pálya kell, és olyan szituáció, és ez viszonylag ritkán fordul elő ebben a játékban. Flag Jacket, Toughness, illetve Dexterity Perk, és Combat Axe. Én ezt használom, de bárki más használhat valami robbanó szerkentyűt is hozzá. Azért használok Flag Jacketet, mert szükséges.
vagy belehalok Claymore-ba, mert valami kempert akarok leszedni, vagy valami random gránátba halok bele, tehát mint shotgunosnak szerintem szüksége van a Flag Jacketre. Per 2-nek toughness, ugyanis amikor lőnek ránk, akkor viszonylag célt tudunk tartani, tehát nem megy föl annyira a kis célkeresztünk, és mivel nagyon sokat kell lőni ezzel a fegyverrel, hogy meghalljon valaki, ezért jobb, ha a célon tudunk maradni. Dexterity az abból adódik, hogy shotgun, és gyorsan kell futás után magunkhoz kapni, illetve lőni vele. Ennyi lenne ez a kis klasszom. Köszönöm a figyelmet. Összességében ez a fegyver nem egy jó fegyver, nem kell használni. Nagyon sok más shotgun van, illetve szám szerint kettő, amely használható. Tehát ebben a játékokban nem lettek olyan erősek a shotgunok, de összességében közelre nagyon jó a fegyver, távolra nagyon rossz, hiszen nagyon rossz a távolra történő sebzése, illetve a range-e is nagyon rossz ennek a fegyvernek. Tehát köszönöm a figyelmet, sziasztok!